Palladium Színház Szeged jóvoltából a Musical Villamos 2021-ben minden hónapban útnak indul Szegeden, népszerű musical énekesekkel a fedélzetén. Szeptember utolsó vasárnapján újra ismert darabok csendültek fel a járművön, amelyeket az online közvetítés nézői mellett a villamoson ülő utasok is élvezhettek. A mozgó porondon vörös szőnyeg és ajándékok várták a nézőket, Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor pedig biztosította a jó hangulatot a musicaljárat egy órás útja alatt. Én szeretem Szegedet, én játszottam itt Evitát, nem tudom, 2 vagy 3 évvel ezelőtt, amikor ment az Evita a színházba, és volt róla szó, hogy esetleg még jövök máskor is, de aztán ugye jött a pandémia, meg mi egymás, és akkor lemaradtam erről, meg egyeztetési problémák miatt is. Úgyhogy én szeretem a várost is szeretem, meg a színházat is nagyon szeretem. Játszottam ugye a Szabadtérin is már, volt produkcióm, de maga ez a millió, meg maga ez a hely. Én nagyon, nagyon szeretek ide visszajönni. Szegedhez különösebb élmény még nem köt, mert nem játszottam itt se a Szegedi Szabadtérin, se a színházban. Voltunk itt 3 napot nyaralni, ezelőtt egy olyan 3 évvel körülbelül. Akkor annyit láttunk belőle, amennyit egy nagyon forró nyári 3 napot töltöttünk itt az egész családdal. De egy nagyon szép élhető városnak tartom Szegedet. A Musical Villamos igazi unikumként tört be Szeged kulturális életébe, az esemény iránti érdeklődés pedig igazolja a létjogosultságát. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon jó ötletnek tartom. Amikor először ezt láttuk, még a plakátokat az előző fellépőknek, meg a bejelentkezéseket, akkor olyan kicsit olyan furcsa volt, hogy hát egy villamoson hogy lehet ezt megoldani, de aztán utána meg rájöttünk, hogy ez egy baromi jó dolog lehet, hogy megy körbe egy villamos, és akkor közben megy rajta a műsor. Szerintem ez egy követendő példa, meg hát ugye a magyar ember leleményessége, ez ismét bebizonyosodik, hogy pandémia ide vagy oda, hogyha műsort akarunk adni, meg hogyha a közönséget szórakoztatni akarjuk, akkor megtaláljuk a módját. És szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Remélem, hogy jó sokáig életben marad. Azt gondoltam, hogy ez vicc. Először, hogy ez valami vicc. És akkor kérdezgettem, hogy a villamoson kell énekelni? Igen. De mondom, hogy hangosítással? Igen. És mondom, ki nézi? Szállnak föl le az emberek? Mondták, hogy nem, ott fognak ülni, és ez olyan tulajdonképpen, mint egy guruló mini koncert. Úgyhogy nagyon örültem, szerintem nagyon érdekes, pláne amikor már itt megérkeztünk, és megláttam, hogy ez valóban egy ilyen kis színházi hangulatot sikerült belőle teremteni, kis piros szőnyeggel, ülnek a nézők, és ajándékot is kapnak. Nagyon kis cuki kezdeményezés, és remélem, hogy jó sokáig fog tartani még, és sok más kollega is eljuthat ide. A művészházas pár közös munkája sok évre nyúlik vissza. Ugye általában azért mi vegyes műsorokat szoktunk összeállítani, mi Zalából jöttünk, és ott azért elég sok ilyen falunap van, meg nagyon sok a viszonylag kisebb közösség, akik ismerik egymást, ott jobban mulatnak emiatt az emberek, talán a közös kapcsolatok révén. És oda már megfigyeltük, hogy ha csak operett műsort viszünk, akkor egy bizonyos réteget hagyunk ki, ha csak musical műsort viszünk, akkor a másik réteg marad ki, úgyhogy mi mindig szoktuk ezt kombinálni, és akkor van benne operett is, van benne musical is, meg van benne retro is, de most ide azért megpróbáltunk a retro és a musical műfaján belül maradni, és hát megpróbáltunk olyan számokat keresni, amik nekünk kedvesek, és amiket talán a közönség is vagy ismer, vagy pedig, hogyha nem is ismer, akkor olyan élményt tud neki adni, amire azt fogja mondani, hogy hú, ez jó volt, ez tetszett. Hát mi férj és feleség vagyunk, úgyhogy ez egy elég összeszokott csapat, különösebben úgy készülni nem kellett rá, de azért áténekeltük ezeket a dalokat, amiket hoztunk, különösen duetteket, meg megnézegettük. Pandémia ugye ránk is hatott olyan szempontból, hogy kevesebbet tudtunk akár külön, akár együtt dolgozni. Én nagyon szeretem a Katedrálist, a Notre Dame-ból, nagyon szeretem a Pimpernelből a Solymot, ami hát sajnos az egy kevéssé játszott musical, mi ezt játszottuk Szolnokon, meg játszottuk Győrbe, nagyon szerettük volna még máshova is elvinni, de hát egyrészt ez egy nagyon monstreprodukció, iszonyatosan drága és sok szereplőt igényel, úgyhogy azért ezt nem olyan könnyű megvalósítani, de iszonyat jó dalok vannak benne, úgyhogy hogy én ezt a kettőt nagyon szeretem, de hát a többi is, amik el fognak hangzani, azért az mind valahol a szívem csücske. Régi más szívmese, Párizsban volt színhelye, benne dúl és harcban áll, szerelem és rúdhalál,
megidézni itt vagyok, rangot s nevet nem kapok, én kőbe vésem azt, mi volt, hogy lássátok a jót. Eljött egy kors, épült egy katedrális, a régi világ már új évezredben járt, az ember jött, a csillagokba vágyott, a szíve repült, kőbe írt históriát. Nekem kirándulás a musical, ezért valahol ad egy biztonságérzetet is, meg az mindig valahogy izgalmasabb, hogyha két hang szól együtt. Úgyhogy akár a szaxofon duettet is említhetném, vagy a könnyű zenéből kellene említenem, akkor hoztuk a Szájszájt, Piramis együttestől, azt is nagyon szeretem. Szól egyetlen ám a szaxofon, egy szédült hang, úgy simogat, oly lágy, oly végtelen. Ahogy az már megszokottá vált, most is a két előadó jelentette be a következő musical villamos főszereplőit. Na szóval akkor a következő musical villamos fellépőit fogjuk most elmondani, amit még mi se tudunk, bár megkérdeztük, de nem voltak hajlandóak elárulni. Úgyhogy a következő... Hát, segítsek! Simon Bogi? Igen! Simon Boglárka és... Jenei Gábor! Hurrá, 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 hurrá! Biztos jók lesznek, úgyhogy jöjjenek minél többen, és nézzék az élő közvetítést is. Összevesznek érten naponta a csacsinők, kényes támák nyomban afrikai emberedők, tejben, vajban fürdetik az öreget, mert Meseország királya egy őszes orkit mindenki szeret. Várja, ettől szinte elveszti a fejét. Gedeon bácsi egy sámlin reszket, és csendben átkozza azt a percet, amikor megismerte a nejét. Ó, Gedeon bácsi a nők bálványa, de otthon őt is az asszony várja, ettől szinte elveszti a fejét. Gedeon bácsi egy sámlin reszket, és csendben